Magyarország nem támogatja von der Leyen újraválasztását. Orbán Viktor szégyen teljesnek nevezte a brüsszeli pozíció osztogatást. Néhány óra múlva kezdődik Amerikában Joe Biden és Donald Trump első tévévitája, az M1 kiemelten foglalkozik a választási kampánnyal. Mától újabb kínai várossal köti össze közvetlen járat Budapestet, Kantonba heti 4-szer repül a világ egyik legmodernebb gépe. A Dunakanyarban és a Dunántúlon okozta a legtöbb problémát a tegnapi vihar, 240 helyre vonultak a tűzoltók. Ez a híradó 7:30-tól, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Magyarország nem fogja támogatni, hogy Ursula von der Leyent ismét az Európai Bizottság elnökévé válasszák, közölte Orbán Viktor Brüsszelben az uniós csúcsra érkezve. A miniszterelnök kiemelte, a jelöltekről a néppárt, a szocialisták és a liberálisok a választói akarat figyelmen kívül hagyásával és azzal szembe menve pártalapon és a hatalmi osztozkodás jegyében állapodott meg. Kétnapos uniós csúcsot tartanak Brüsszelben. A találkozóra kora délután érkeztek meg a 27 tagállam vezetői. A témák között egyebek mellett Ukrajna támogatása szerepel, de várhatóan péntekig az EU legfontosabb vezetői pozícióit betöltő személyekről is döntés születik. A néppárt az Európai Bizottság eddigi elnökét Ursula von der Leyent jelölte ismét a tisztségre. António Costa lehet az Európai Tanács elnöke, miután a szocialisták a korábbi portugál miniszterelnököt javasolták. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét pedig a liberálisok jelölték az észt miniszterelnök Kaja Kallas személyében. Nekem, mint miniszterelnöknek Ursula von der Leyen egy jó jelölt a bizottság elnökének, Kaja Kallas pedig nagyon jó lesz külügyi vezetőnek, mert meg kell védenünk a külügyi kapcsolatainkat. Ahogy a biztonságvédelme is fontos, és Európának egységesnek kell maradnia, ezért lesz jó kompromisszum António Costa. Fogalmazott a liberális Evika Silina lett miniszterelnök. Az új vezetők megválasztásánál az EP választások eredményét kellene figyelembe venni. A mostani jelölteket viszont egy hárompárti koalíció választotta ki a színfalak mögötti egyezkedéseken. A jelölési folyamatba egyetlen másik pártot sem vontak be. Nincs semmi okunk arra, hogy mi ezt a hatalommal való visszaélést támogassuk. Szégyenteljes megállapodást kötött a néppárt, a szocialisták és a liberálisok, Magyarországnak pedig nincs oka ezt támogatni, közölte Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte, a megállapodást nem az eddigi teljesítmény vagy programok mentén, hanem pártalapon és a hatalmi osztozkodás jegyében hozták meg. Pimasság a európai választókkal szemben, akik többségükben jobb oldalra szavaztak, és szerettek volna egy jobb oldali európai vezetést látni, de a néppárt begyűjtötte a jobb oldali szavazatok egy részét, majd elvitte balra. És így becsapták az európai választókat. Ez a most létrejött koalíció, a hazugság és a becsapásnak a pártkoalíciója, amely se az elmúlt 5 év rossz teljesítményét nem veszi figyelembe, se a következő szakra szóló programokról nem szól, csak hatalmi osztozkodásról. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország Ursula von der Leyent azért sem tudja támogatni, mert a bizottság elnöke a jogállamiság eszközét párt és politikai alapon használta Magyarországgal szemben. A paktum az megköttetett. Ursula von der Leyen jelölése az általa vezetett 2 éve háborús koalícióként működő bizottság megerősítése, illetve a változást és békét akaró európai választópolgárok elárulása. Erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója a tárgyalások szünetében. Orbán Balázs hangsúlyozta, a balra húzó néppárt, a szocialisták és a liberálisok eljárása azt erősíti, hogy Brüsszel nem az emberek akaratát képviseli. Folyamatosan megfogalmazódik egy vád Brüsszellel és az európai bürokráciával szemben. Tudnélik, hogy nem képes az európai emberek akaratát képviselni, és hogy olyan szuper struktúra, egy olyan föderatív nemzetek feletti struktúra épül, ami nem az európai állampolgárok, a helyi közösségek érdekeit képviselni, hanem valami egészen más. Orbán Balázs kemény tárgyalásokra számít, és nem tartotta kizártnak, hogy Magyarország lesz az egyetlen tagállam, amelyik nem szavazza meg a személyi javaslatokat.
És akkor már is kapcsolunk a helyszínre, továbbra is ott van Brüsszelben, Belgiumban Baracka Eszter. Köszöntelek ismét. Mekkora esély van arra, hogy a tagállami vezetők elfogadják a hárompárti koalíció javaslatait? Az a várakozás, hogy ma eldőlnek ezek a személyi kérdések, több okból is. Részben azért, és tulajdonképpen legfőképpen azért, mert itt nincs szükség egyhangúságra, tehát vétózni sem lehet, nincsen értelme. A szavazási szabályok kettős többséget írnak elő ebben az esetben, ez azt jelenti, hogy a tagállamok 55%-ának a támogatására, tehát 15 tagállam támogatására van szükség, és ennek egyben le kell fedni a teljes uniós népesség 65%-át. Ez biztosan meg lesz, így eldőlhetnek a személyi kérdések. Ami pedig a tiltakozókat illeti, általában szoktak ilyenkor kapni valamit cserébe. Most úgy tudni, hogy Olaszország például szeretne egy erős gazdasági tárcát a következő Európai Bizottságban, például a kohéziós biztosét, vagy pedig a költségvetését. Csehország pedig ugyancsak kaphatna valami erős gazdasági portfóliót, ők állítólag energiaügyekben és iparpolitikában is szívesen utaznának. Ez azonban még nem jelenti a történet végét, hiszen hogyha itt ma eldőlnek ezek a kérdések, akkor egyedül az Európai Tanács elnökének a helye lesz biztos, őt ugyanis az állam és kormányfők választják. Az Európai Bizottság elnökének jóváhagyásához azonban szükség van még az Európai Parlamentre is, és a külképviselőnél is, őt egy másik alkalommal fogják majd megmérni a képviselők, amikor az egész bizottságról szavaznak valamikor az ősz végén. Ursula von der Leyen esetében feltételezzük, hogy esetleg ő lesz valóban a következő bizottsági elnök. Már júliusban az alakuló ülésen szavazhat az Európai Parlament. 361 szavazatra ennyi támogatása van szüksége a bizottság elnök. Legutóbb 2009-ben mindössze 9 szavazattal volt neki több, ez nagyon szoros volt, és most is valami hasonlóra szárít mindenki, hiszen az őt jelölő három pártnak van ugyan 400-nál valamennyivel több szavazata, de a tapasztalatok azt mondják, hogy miután nem erős a frakciófegyelem és titkos szavazásról van szó, a frakciókból nagyjából 10% kiszavaz, és hogyha így van, akkor már erős a kockázat, hogy nem lesz meg a szükséges többség hozzá. Egyelőre még ezzel nem számolnak, most megpróbálnak majd támogatókat keresni más pártokból, más frakciókból, de ez borzasztóan bonyolult, egy biztos, hogy a meccs még nincsen lejátszva. Ha meg lesz az egyesség, természetesen újra jelentkezünk. Baracka Eszternek addig is köszönjük szépen. Biztonsági kötelezettségvállalási szerződést írt alá az Európai Unió Ukrajnával Brüsszelben. A tagállamok vezetőinek kétnapos csúcs találkozóján ismét Ukrajna támogatása lesz a középpontban. Charles Michel, a tanács elnöke arról beszélt, addig kell támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Volodymyr Zelenszky pedig amellett, hogy megköszönte Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásának elindítását, további katonai és pénzügyi támogatásokat kért. Lengyelország, Litvánia, Lettország és Észtország szerdán levélben szólította fel az Európai Uniót, hogy építsen védelmi vonalat az Oroszországgal és Fehér-Oroszországgal közös határán, számolt be a Reuters. A vezetők levelükben hangsúlyozták, meg kell erősíteni Európa védelmét, és az orosz, illetve fehér-orosz katonai és hibrid fenyegetések miatt van szükség a védelmi vonalra. A Reutersnek nyilatkozó diplomaták szerint a 700 kilométeres védelmi vonal felépítése 2,5 milliárd euróba, vagyis csak nem 1000 milliárd forintba kerülne. A benyújtók a javaslatot már a csütörtökön kezdődő uniós csúcs találkozón szeretnék megtárgyalni. Donald Tusk, lengyel kormányfő arról beszélt, a védelmi vonal költségeiből minden tagállamnak részt kell vállalnia, egyúttal visszautasította, hogy egy újabb vasfüggönyt építenének. Teljesen biztos vagyok benne, hogy ma az összes EU-s partnerünk jobban meg fogja érteni, hogy közös európai feladat és felelősség a biztonságunk. Erre abszolút szükség van, mondta Donald Tusk. A csúcs találkozó középpontjában most is Ukrajna és Kijev támogatása áll. Charles Michel Volodymyr Zelenszky társaságában érkezett. Az Európai Tanács elnöke közölte, az EU újabb támogatásokkal áll ki Ukrajna mellett. Ma alkalmunk nyílik arra, hogy további kétoldalú megállapodásokat, biztonsági megállapodásokat írjunk alá Ukrajnával. Nagyon fontos, hogy azt az üzenetet hagyhassuk, hogy támogatni kívánjuk Ukrajnát, ameddig csak szükséges, mondta az Európai Tanács elnöke.
Charles Michel szerint fokozni kell az Ukrajnának nyújtott katonai és pénzügyi támogatásokat is, és azt ígérte, az első kifizetések heteken belül megérkezhetnek Kijevhez. Volodymyr Zelenszky megköszönte, hogy elindultak a tárgyalások Ukrajna uniós tagságáról, majd további támogatásokat kért Ukrajnának, pénzt és fegyvereket. Ma a következő 2-3 lépésről és természetesen a legfontosabb dolgokról fogunk tárgyalni. Az első a légvédelem biztosítása, ez az első pont, és természetesen minden katonai támogatási csomag, amiben már megegyeztünk. Ezekre sürgősen szükségünk van a csatatéren, és azt köszönöm, hogy a befagyasztott orosz vagyonból használhatunk 50 milliárd eurót. Ez nagyon fontos, közölte Volodymyr Zelenszky. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig közölte, az EU szerződésben vállalja az Ukrajnával szembeni biztonsági kötelezettségeit. A biztonsági kötelezettség vállalások kiterjednek a katonai, a pénzügyi, a diplomáciai és különösen az Oroszországból érkező források a befagyasztott vagyonok becsatornázásának módjára, mondta Josep Borrell. Az EU Ukrajna iránti elköteleződéséről szóló szerződést Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, Ursula von der Leyen a bizottság elnöke és Charles Michel a tanácselnöke írta alá. 12 sérültet szállított a kórházba, miután orosz légitámadás ért egy Harkiv megyei várost. Közben az orosz védelmi minisztérium újabb hadisikerekről számolt be. Vlagyimir Putyin pedig a kongói elnökkel tárgyalt Moszkvában a két ország kereskedelmi és katonai együttműködésének bővítéséről. Több méter mély kráterek jelentek meg a házak udvarán az ukrajnai Derhacsiban. Az orosz határhoz közeli Harkiv megyei települést szerve este érte orosz bombatámadás. Az itt élők szerint összesen 3 robbanás verte fel a város nyugalmát. A támadás idején a hálóban voltam. Bár az első robbanás a szomszédomat érte, mégis akkora ereje volt, hogy letépte a függönyeimet, és a plafonról is leomlott a vakolat. A második robbanás már az én kertemben volt. Még szerencse, hogy az ablakok nyitva voltak, mert így nem törtek be, és sérülések nélkül megúsztam, mondta egy férfi. A csütörtök reggel a károk felmérésével kezdődött. Az ukrán mentőszolgálatok szerint a bombák mintegy 50 lakóházat rongáltak meg, 12 ember pedig különböző fokú sérüléseket szenvedett. A kijevi hadvezetés szerint a légvédelem hiányosságai teszi lehetővé, hogy az orosz vadászbombázók be tudnak repülni az ukrán városok fölé, és bombatámadásokat tudnak végrehajtani. A moszkvai védelmi minisztérium legutóbbi jelentései szerint az elmúlt napokban jelentős veszteségeket okoztak az ukrán hadigépezetnek. A légvédelemben kulcs szerepet betöltő HIMARS rakéta kilövő rendszerek közül 3-at, az ukrán drónközpontok közül pedig állítólag 12-t sikerült megsemmisíteniük. Kijev nem kommentálta az orosz állításokat. Közben az orosz központi nyomozóbizottság bejelentette, már 10 000 honosított állampolgárukat küldték el a háborúba, aki ugyanis állampolgárságot kap, az ezzel 6 kötelezettséget vállal. Eddig már 30 000 embert fogtunk el, akik bár orosz állampolgárságot kaptak, mégis megpróbáltak kibújni az alkotmányban rögzített kötelességük alól, és nem jelentkeztek a katonai szolgálatra. Ezeket az embereket most regisztráltuk, és 10 000 közülük már elküldtünk, hogy részt vegyenek a különleges katonai hadműveletben, ahol erődítményeket építenek és lövészárkokat ásnak, mondta a bizottság vezetője. Miközben Ukrajna a brüsszeli uniós csúcson tárgyal a szövetségeseivel, addig Vlagyimir Putyin az orosz kapcsolatok bővítésén dolgozik. Az orosz elnök Észak-Korea után most a Kongói Demokratikus Köztársasággal fűzte szorosabbra a kapcsolatát. Látjuk, hogy Kongó mindent megtesz azért, hogy erősítse a kapcsolatát Oroszországgal. A politikai és a kereskedelmi együttműködésünk határozott fejlődésen ment keresztül. Hálásak vagyunk önöknek, hogy mellettünk állnak a nemzetközi szintéren, mondta Vlagyimir Putyin a csütörtökön Moszkvába látogató kongói kollégájának, akivel egyebek mellett a két ország között márciusban megkötött katonai együttműködés bővítéséről is tárgyalt. Az illegális migráció kezelése és az adózási politika uralta a jövő heti brit választás előtt megrendezett utolsó televíziós vitát Londonban. A konzervatív párti kormányfő és az ellenzéki munkáspárt vezére nézők előtt vívott heves szócsatát a BBC szerda esti műsorában. A brit választókat jövő csütörtökön várják az urnákhoz. A felmérések szerint a szavazók jelentős többsége kormányváltást szeretne. Mr. Sunak, I think you made a fair job.
Sunak úr, szerintem ön pénzügyminiszterként jó munkát végzett, de kormányfőként meglehetősen középszerű. Sir Keir, szerintem önt a munkáspárt befolyásos tagjai zsinóron rángatják. Tényleg csak önök ketten azok, akik közül kikerülhet országunk következő miniszterelnöke? Tette fel a kérdést egy néző a brit parlamenti választások előtti utolsó tévévitán. A konzervatív párti kormányfő Rishi Sunak és Keir Starmer az ellenzéki munkáspárt vezetője egy reprezentatív minta alapján kiválasztott közönség előtt csapott össze a BBC szerda esti adásában. A több mint egy órán át tartó, időnként heves szócsatát az adózási politika, az illegális migráció és az Európai Unióhoz fűződő viszony uralta. A munkáspárt politikája azzal fog járni, hogy több ezer fonttal emelkednek az adók. Ez a génjeikben van. Jegyezzék meg, amit mondok, a nyugdíjukat, a házukat, az autójukat, mindent megadóztatnak, amit csak akarnak. Fordult a közönséghez Rishi Sunak, aki szerint a konzervatív kormány csökkenteni az adókat. A nyugdíjasok sem fognak jobban járni egy olyan miniszterelnökkel, aki ígérget, de nem tudja betartani, mert nincs rá fedezet. Ezzel már az előző kormányfő is megpróbálkozott, válaszolta az ellenzéki pártelnöke. Ami a migrációt illeti, Keir Starmer működésképtelennek nevezte a kormány programját, amelynek keretében Ruandába telepítenék a La Manche csatornán csónakokkal átkelő illegális menedékkérőket. Közölte, hogy a munkáspárt ehelyett a terrorellenes törvény eszközeivel keményebben sújtana le az embercsempész hálózatukra. Rishi Sunak szerint viszont a munkáspárt ezzel gyakorlatilag feladná a Szigetország határainak ellenőrzését. A probléma megoldásához elrettentő intézkedésekre van szükség, fogalmazott a miniszterelnök. Teljesen világossá kell tennünk az embereknek, hogy ha illegálisan lépnek be országunkba, akkor nem maradhatnak itt. Ezért, ha kormányon maradok, a ruandai program működni fog. Létrehozunk egy olyan elrettentő eszközt, amelyet számos más európai ország is helyesnek tart. Ez a megoldás, de ha Keir Starmer lesz a kormányfő, akkor ezek az illegális migránsok előzönlik az utcáinkat, magyarázta Rishi Sunak. A kormányfő egy hónapja jelentette be, hogy július 4-én előrehozott választást tartanak az Egyesült Királyságban. Legutóbb 2019-ben a brit konzervatív párt fölényes győzelmet aratott, ám azóta a belpolitikai válságuk és a gazdasági recesszió alaposan megtépázta népszerűségüket. A vita napján közzétett friss közvéleménykutatás szerint a választók csaknem 4/5-e kormányváltást akar. Eszerint a munkáspárt a szavazatok több mint 40%-ára számíthat, míg a konzervatívokra a választók kevesebb mint 20%-a voksolna. És ma este rendezik az első elnökjelölti vitát a választások előtt az Egyesült Államokban is. Donald Trump és Joe Biden másfél órán át vitázhatnak, többek közt a bevándorlásról, illetve a gazdaság helyzetéről. Itt az M1-en kiemelt figyelemmel követjük az amerikai elnök választási kampány fejleményeit, igyekszünk a lehető legközelebb hozni önökhöz a tengeren túlon zajló küzdelem fontos állomásait. Már is kapcsolunk Washingtonba állandó tudósítónkhoz, illetve állandó szakértőnkhöz, Nárai Balázshoz és Kis Rajmundhoz. Szervusztok, jó estét kívánok! Nehéz azért az amerikaiak figyelmét elnyerni tulajdonképpen teljes egészében, hiszen közben zajlik a Copa America is. Így van, jó estét kívánunk, de ez a vita vélhetően a sportmérkőzések nézettségét is meg fogja dönteni. A mai előrejelzések alapján több mint 100 millióan nézik majd, a felnőtt lakosság 60%-a, és ahogy tegnap a nagy-britanniai választási vitát a BBC rendezték, itt most az első Joe Biden és Donald Trump közötti vitát a CNN televízióban. A szabályok teljesen világosak, például a brit vitától eltér az, hogy itt nincs közönség, a jelölteknek másfél órán keresztül állniuk kell, nem használhatnak előre elkészített jegyzeteket, és nem konzultálhatnak a reklámszünetekben sem a tanácsadókkal. Rajmund, te ezek közül melyiket tartod a legfontosabbnak, vagy legmeghökkentőbbnek, akár fogalmazhatunk így is? Ez mind nagyon érdekes, hiszen a sport nyelvén és a foci nyelvén maradva zárt kapus meccs lesz ez a 90 perc. Azt gondolom, hogy ami nagyon új, hogy nem lesz bekapcsolva
a mikrofon annál a jelöltnél, aki éppen nem beszél. Emlékezhetünk a 2020-as vagy a 2016-os Hillary Clinton, Donald Trump összecsapásra, amikor tényleg egymás szavába vágtak. Ez nem biztos, hogy egyébként csökkenti a színvonalát, hiszen tényleg már néha ilyen kocsmai vita volt, ami talán nagyon érdekes, hogy a jelöltek nem tudnak kommunikálni a kampánystábbal. Ez talán érdekes. Semmilyen jegyzet nem lehet náluk, azért nem sajnálom őket, Balázs, nálad sincs jegyzet, nálam sem. Tehát aki az Egyesült Államokat akarja vezetni, a világ egyik legfontosabb vagy a legfontosabb országát, annak talán fejből el kell mondania a programját, de valóban ezek az újítások előremutatóak. És ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy Joe Biden elnök elvonult, egy héten keresztül készül Camp Davidi elnöki rezidencián, Donald Trump kampányol. De vajon egy hétig mit csinálhat Joe Biden tanácsadóival, 16 tanácsadóval veszi körül, amikor egy olyan vitáról beszélünk, ami a pillanat hevében változik, akkor is, hogyha megvannak előre a témakörök, na de mégis reagálni kell, reméljük, hogy reagálnak, és egymásra is egyfajta vita is lesz. Balázs, el tudod képzelni, hogy mondjuk Magyarország miniszterelnöke vitázna valakivel, és eltűnik egy hétre 16 tanácsadóval? De azt gondolom, hogy ez is beszédes. Ha az elmúlt években valaki vezeti az Egyesült Államokat, akkor nem gondolom, hogy ennyire fel kell készülni. Számomra sokkal szimpatikusabb, hogy az emberek között van Trump, ráadásul elment Atlantába is, azonnali visszajelzéseket kap. Szerintem nem véletlen, hogy Joe Bidennek szüksége van 16 tanácsadóra és egy hét nyugalomra. Tisztelem a korát, tisztelem, amit eddig elért, de lássuk be, volt már jobb fizikai állapotban. A 16 tanácsadók közül az egyikük Donald Trumpot személyesíti meg imitált vitákon. Mindjárt folytatjuk, most visszaadjuk a szót Budapestnek. Igen, csak egy pillanat, illetve egy összeállítás erejéig, tehát ahogy hallhattuk Balástól és Rajmundtól, Atlantában, a CNN stúdiójában lesz ez az a bizonyos elnökjelölti első vita. Jön egy rövid összeállítás az előkészületekről és úgy általában a tudnivalókról. Napok óta zajlanak az előkészületek az év első amerikai elnökjelölti vitájára. Donald Trump és Joe Biden a CNN atlantai stúdiójában feszül majd egymásnak, nézők nélkül. A két politikus legutóbb a 4 évvel ezelőtti választások előtt vitázott egymással, az indulatok akkor gyorsan elszabadultak. Joe Biden nem volt hajlandó válaszolni Donald Trump kérdéseire, majd vulgárisan teremtette le ellenfelét a vita hevében. A hasonló esetek elkerülése véget csak a beszélő mikrofonja lesz bekapcsolva, így az elnök jelöltek nem fogják tudni félbeszakítani egymást. Trump és Biden helyi idő szerint csütörtök este 1,5 óránál fog vitázni, mindössze 2 szünet lesz. Mindenképp azt tervezem, hogy nézni fogom a vitát. Szeretném mindkét fél érveit meghallgatni arról, hogy min javítanának az országban, és hogyan segítenék az embereket, mondta egy egyetemi hallgató. A pénzfeldobás nyerteseként Joe Biden választhatott oldalt. A jelenlegi elnök ugyanis a jobb oldalon állva szeretett volna vitázni. Donald Trumpé lesz az utolsó megszólalás joga. Hogyan kezeljem? Legyek kemény és undok? Mondjak csak annyit, hogy ő a történelmünk legrosszabb elnöke, vagy maradjak nyugodt és hagyjam beszélni. Gondolkozott hangosan a vitáról Donald Trump pár nappal ezelőtt. A vita legfontosabb kérdései az illegális bevándorlás és az abortusz lehetnek. Joe Biden kormányzása alatt migránsok milliói érkeztek az Egyesült Államokba, az amerikai szociális ellátórendszer pedig az összeomlás szélére került. Ha támogatja a nemzetnek azt a jogát, hogy eldöntsék, ki jöhet be az országunkba és ki nem, akkor ezen a választáson egyértelmű, hogy kire kell szavazni. Trump elnökre. Mondta egy republikánus szavazó. Eközben Donald Trumpot a terhesség megszakítás kérdésében elfoglalt konzervatív álláspontja miatt támadják. Habár a korábbi elnök leszögezte, hogy nem támogatja az egész országra kiterjedő abortusztilalmat, Kamala Harris hivatalban lévő alelnök még a tagállami szintű döntésekért is a korábbi elnököt hibáztatja. Mindannyiunknak meg kell értenie, hogy ki a felelős mindezért. A korábbi elnök Donald Trump, mondta Kamala Harris, aki egy ideig az Egyesült Államok történelmének legnépszerűtlenebb alelnöke volt. A vita további témái között szerepel a demokrácia állapota, a közbiztonság, az infláció és a gazdaság helyzete.
A felmérések szerint ez utóbbi érdekli a leginkább a választókat. Az infláció szerintem elég nagy probléma, kifejezetten az idősebbeket sújtja. Az árak néha egészen felháborítóak. Közben sokan jönnek illegálisan az országba, nem tudjuk, hogy ki a terrorista közülük. Nincs semmilyen eszköz arra, hogy átvilágítsák őket, egyszerűen csak bejönnek, mondta egy wisconsini nő. A jelöltek életkora is a kampány egyik témája. Donald Trump 78 éves, míg ellenfele Joe Biden már 81. Élesebbnek érzem az elmém, mint 20 évvel ezelőtt. Míg a kihívója szerint ez nála nem kérdés, a hivatalban lévő elnökről már több olyan felvétel is készült, amiken zavartan viselkedett, és sokan kételkednek abban, hogy a következő 4 évben is el tudja majd látni az Egyesült Államok vezetésével járó feladatokat. Eközben Joe Biden megítélését tovább rontja, hogy fiát, Hunter Bident jogerősen elítélték, amiért a törvények ellenére droghasználóként lőfegyvert vásárolt. Ahogy hallhattuk, tehát az illegális migráció, illetve a gazdaság helyzete az Egyesült Államokban az elnök jelölti vita kiemelt témája lesz. De vajon mire számítanak még a helyszínen? Kis Rajmund az M1 állandó szakértője, és Nárai Balázs az M1 washingtoni tudósítója. Mire számítotok, mi lehet még? Igen, ugye a témákat illetően ezek nagyon fontosak, de volt egy egész komoly vitát kiváltó polémia itt az országban, mégpedig az felvetődött, hogy pontosan Joe Biden életkora miatt legyen egyfajta drogteszt, hogy valamilyen mesterséges teljesítményfokozó hatása alatt áll-e bármelyik jelölt. Donald Trump azt mondta, hogy ha Joe Biden vállalja, akkor ezt ő is minden további nélkül. Ez például egy érdekes pont, vagy reagál azokra a vitákra, hogy Joe Biden milyen elszólásokat vagy bakikat ejtett az elmúlt hónapokban? Balázs, legyünk elfogulatlanok. Az évértékelő beszéd kb. 40 perce alatt Joe Biden mondott egy rendes beszédet. Se előtte egy évig, se azóta igazából, sem külföldön, amikor képviselte az Egyesült Államokat, sem pedig belföldön nem látszott rajta, hogy ura a helyzetnek. Ami egy nagypapáról, dédpapáról van szó, nem baj. De Joe Biden jelenleg az Egyesült Államok elnöke, és természetesen a választói ennél sokkal többet várnak. És a témák közül emeljünk ki egyet, az összeállításban is elhangzott ez a migráció. Valóban itt az országon belül komoly viták vannak. Az elnök az elmúlt hetekben elnöki rendeletet hozott kicsit a szigorításról, ugyanakkor az elmúlt napokban egy borzasztó büntény is borzolja a kedélyeket, hiszen egy 12 éves kislányt bántalmaztak, erőszakoltak meg, majd gyilkoltak meg, és két olyan emberről beszélünk, akit márciusban engedtek be az országba. Tudod, Balázs, vannak témák, amikhez lehet, hogy nehezebben azonosulnak a magyar televízió nézői, de a migrációt biztos, hogy mindenki érti Európában és Magyarországon. Óriási gazdasági károkat okoz, egy óriási kulturális forradalmat gerjeszt, és nemzetbiztonsági kockázatot. Ki gondolta volna 2016-ban a Trump kampánynál, hogy 2024-ben ugyanúgy a migráció lesz a legnagyobb probléma? Egy héttel ezelőtt szerencsém volt a legnagyobb washingtoni migráció kutató cégnek az alelnökével beszélni. Balázs, 2050-re mintegy 106 millió latinó várható az Egyesült Államokban. Teljesen felborul a társadalom, az amerikaiaknak kell fizetni az egészségügyet, az oktatást, és ez már nem regionális probléma, ez nemzeti probléma. New Yorktól Texasig laknak, lakhatást biztosítanak az illegális migránsoknak. És nem véletlen, hogy ez az amerikai választók szempontjából egy kiemelt téma, meghatározó, és a mai elnökválasztási vagy elnökjelölti vitán is meghatározó lesz. Visszaadjuk a szót a stúdiónak. Nárai Balázs tudósítónknak, Kis Rajmund szakértőnek köszönjük szépen, és az M1 nézőinek tehát továbbra is elmondhatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban zajló elnökválasztás, illetve annak kampánya továbbra is kiemelt téma nálunk.
Folytatjuk a híradót, akár már kalkulálni is lehet azzal, hogy mekkora korszerűsítésre lesz elegendő az otthon felújítási támogatás. Az EMI Nonprofit Kft. Elérhetővé tette azoknak az építési termékeknek a listáját és árát, amik a támogatás keretében felhasználhatók. Hétfőtől lehet pályázni az összesen 6 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön kombinációjára. Egy korábbi otthonfelújítási támogatásból újult meg ennek a szolnoki háznak a tetőszerkezete, és korszerűbb fűtési rendszert is kapott. Mivel a 90-es évek előtt épült a ház, tulajdonosa július 1-ével ismét benyújtja kérelmét az újraigényelhető támogatásra. Ezúttal a fűtési rendszer, a vízrendszer és a hőszigetelés korszerűsítésére, valamint a nyílászárók cseréjére lehet fordítani a kapott összeget. A külső rész van az, amit ugye meg kellene csinálni, a szigetelést kellene, meg ugye a szint megcsinálni. Jó volna, és hogyha lehetőség nyílik rá, akkor nyilván szeretnénk mi ezt is úgy szint kihasználni. Már kalkulálni is lehet, hogy mi fér majd bele a maximum 6 millió forintos támogatásba, szigetelőanyagok, nyílászárók, fűtőberendezések, árnyékolók és más energetikai korszerűsítéshez szükséges termékek közül lehet választani az EMI honlapján. Ezek azok a különböző árkategóriájú termékek, amelyek megfelelnek a pályázat elvárásainak. A jelenleg 500-as lista folyamatosan bővül. Ahogy egyre többen vannak a regisztrált vállalkozók is, akik kifejezetten az otthonfelújítási programhoz csatlakoznak. Névsoruk és előre rögzített árajánlataik szintén az EMI honlapján lesznek elérhetők. A programba csak az a vállalkozó regisztrálhat, aki legalább 2 éve működik, nem veszteséges és jogosultsága van az otthonfelújításra. A regisztrált vállalkozókat az állam is támogatja, az, aki közülük választ, 75%-os előleget kap a felújítás elvégzéséhez, vagyis lényegesen kevesebb önerőt kell a kivitelezésre fordítania. Akár 50%-os nagyságrendű energiamegtakarítás is elérhető, ha jól választjuk az anyagot és a kivitelezőt. Természetesen az anyaggyártók és a kivitelezők is jól járnak, mert ilyen nehéz pénzügyi piaci körülmények között körülbelül 200 milliárd forintnyi megrendelést plusz lehetőséget jelent az ő számukra. A július 1-től induló otthonfelújítási programban az 1990. december 31-e előtt épült, életvitelszerűen lakott családi házak vehetnek részt. Az állami segítség egy visszanemtérítendő támogatás és egy kamatmentes kölcsön kombinációja, amelynek együttes értéke maximum 6 millió forint lehet. Feltétel, hogy a házak a felújítással legalább 30%-os energiamegtakarítást érjenek el. A kormány 108 milliárd forintos keretösszeget biztosít a programra. Az Évosz becslése szerint ez mintegy 30 ezer épület felújítására ad lehetőséget, ami legalább 200 milliárd forint értékű beruházást jelent a hazai kis és közepes vállalkozásoknak. A kormány kiemelt feladata a nemzeti érdek mentén megvalósuló haderőfejlesztés. Erről beszélt a védelmiiparért felelős államtitkár egy védelemipari cég új gyárának alapkőletételén. Kutnyánszky Zsolt elmondta, a német cég várról indítható kézi páncéltörő fegyvereket fog gyártani vecsési üzemében. Hozzátette, a haderőfejlesztés fontosságát az ukrajnai háború is igazolja. A magyar kormány elkötelezett a béke mellett, ám a nemzetközi történések alátámasztják azt az évek óta tartó széleskörű honvédelmi és haderőfejlesztési folyamatot, amelynek eredményeként egy erős, modern nemzeti hadseregünk lesz. Joe Biden és emberei úgy gondolják, hogy ők a világítélői, így reagált Menczer Tamás a közösségi oldalán az Egyesült Államok külügyminiszterének kijelentéseire, aki szerint a magyar tisztségviselők antiszemita retorikát használnak. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet többek között arra, hogy az amerikai zsidóbizottság jelentéséből kiderül, a zsidó válaszadók 74%-a szerint napjainkban az Egyesült Államokban probléma az antiszemitizmus. Hozzátette, az október 7-i terrortámadás után több mint 300%-kal nőtt a zsidókkal szembeni erőszak az Egyesült Államokban, illetve nagynevű amerikai egyetemeken történtek antiszemita megnyilvánulások. Menczer Tamás emlékeztetett arra is, hogy az izraeli külügyminiszter nemrég arról beszélt, hogy Magyarország fellépése az antiszemitizmus ellen példamutató.
Ő is és pártja elnöksége is marad a helyén az EP választási vereség után is. Erről Gyurcsány Ferenc beszélt az Indexnek adott interjúban. Magyar Péternek egyebek mellett azt üzente, hogy majd ha fele annyit küzdött, mint ők, akkor szólhat, addig meg köszönjön nekik kezicsókolommal. Elnök marad, elnökség marad. Hiába kritizálták volt és jelenlegi balliberális politikusok, nem mond le sem Gyurcsány Ferenc, sem pedig a párt vezetése a június 9-i újabb választási vereség után. A DK elnöke az Indexnek adott interjúban közölte azt is, az általa és a pártja által képviselt politika önérték, ezért a haza legyen büszke rá, hogy van még olyan politikai erő, mint a demokratikus koalíció. Azzal a hazugsággal eteti a választóink egy részét, hogy létezik Orbán-Gyurcsány paktum, és mondjuk a kék Fidesz. A DK elnöke a műsorban elmondta, hogy akik támadják, azok mögött még párt sincs érdemben. Majd a bukott miniszterelnök ráfordult a Magyar Péter jelenségre. Megegyezte, a Tisza párt alelnökét személyében és erkölcsileg is alkalmatlannak tartja, miközben az ország 30%-a rábízná a hazáját is. Ilyen alapra az anyám is csinálhatna filmeket, nem még ő se csinált filmet, de már látott Várkonyitól kiváló filmeket, a Várkonyi Zoltánról beszélek. Hát legfontosabb dolog, hogy az legyen miniszterelnök, aki még nem volt az életben, akkor van itt még kurva sok miniszterelnök. Ezt most mondtam, vagy csak gondoltam? Majdnem. A DK elnöke elárulta azt is, mit gondol a vele szemben megfogalmazott 2006-os elszámoltatásáról, miközben párhuzamot vont saját politikai munkássága és Magyar Péter eddigi tevékenysége között. Nekem még egyszer nem mondják el, hogy én vagyok a hibás. Én. Amíg te fölvettél milliókat, én meg az ügyészség előtt voltam, én. Amikor én tüntettem a rabszolgatörvény ellen, te meg fölvettél milliókat és aláírtál túláradott szerződéseket. Tudod mit, kollega? Álljál sorba. Aztán, hogyha kiderül, hogy fele annyit kockáztattál az életedből, mint mi, ha kiderül, hogy te fel annyit küzdöttél, mint mi, akkor majd szólhatsz. Addig meg köszönj a kezét csókolommal, jó? És érdektelen, hogy 30%-od van. 30%-a nagyon sok rohadék politikai tömörésnek volt Európában a 20. században. Gyurcsány Ferenc a Tisza párt alelnökét az orosz-ukrán háború kapcsán képviselt kommunikációja miatt is kérdőre vonta. Ha te nem mersz megszólalni Oroszország ügyében, akkor te egy gázember vagy. És nekem egy gázember nem magyarázza meg, hogy merre van az előre. A DK elnöke, ahogy Magyar Péter is tette a napokban, nekiment a magyar sajtónak. Gyurcsány Ferenc szerint a függetlennek mondott szerkesztőségek nagy része egyértelműen DK ellenes. A magyar sajtó főbűne pedig szerinte a középreállás a diktatúra és a nem diktatúra világában. Csődbe vitte Budapestet Karácsony Gergely, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. Az egykori főpolgármester jelölt szerint Karácsony Gergely már a kampány alatt is tudta, hogy lehetetlen helyzetbe került a BKK, és ezzel együtt a főváros költségvetése. De választási győzelme érdekében erről hallgatott. Vitézi szerint a pénzügyi válság oka az agglomerációs tarifa közösség, amit Karácsony Gergely a kampányban jó döntésnek nevezett. Most úgy tűnik, a kormány segítsége nélkül elkerülhetetlen a csőd. Ma átvettem a főpolgármesteri megbízó levelem a Fővárosi Választási Bizottság elnökétől. Tudatta Facebook oldalán egy fényképet mellékelve Karácsony Gergely csütörtök reggel. 13 perccel később a városvezetői posztért ringbe szállt Vitézi Dávid, aki az LMP jelöltjeként 41 szavazattal maradt alul a június 9-i küzdelemben, újabb posztban szállt bele Karácsony Gergelybe. Eszerint a régi új városvezető már a kampány időszakában is tudta, hogy hatalmas adósságba kerül a város a közösségi közlekedést érintő agglomerációs megállapodás miatt, de szándékosan elhallgatta ezt a választók elől. Budapest akkor tudja ezt finanszírozni, hogyha a kormány ezt a teljes 20 milliárdos bevétel kiesést kipótolja. Vitézi már a Partizán május végi főpolgármester jelölti vitáján jelezte, a féláron ingázó agglomerációs utasok miatt kieső bevételt valakinek ki kell fizetnie. Karácsony Gergely akkor azonban letagadta, hogy a kormánnyal kötött megállapodás pénzügyi problémákat okozna, sőt azzal büszkélkedett, hogy milyen jól járt vele a BKK. Hát mivel én leszek a következő főpolgármester, nagyon meg fogom köszönni magamnak, hogy ilyen jó megállapodást kötöttem.
Mivel jelenleg a fővárosi közgyűlés nem ülésezik, Vitézy szerint a főpolgármester a testület hatáskörét elvonva a BKK ZRT 50 milliárd forintos működési válságának kezeléséről döntött május 21-én. Az LMP-s politikus arra hívta fel posztjában a figyelmet, hogy Karácsonyék egy pénzügyi trükköt alkalmazva a közlekedési vállalat követelését eladták az OTP-nek és a KNH banknak, amit kamataival együtt 2025 márciusában az iparűzési adóbevételekből törlesztene vissza a főváros. Vagyis Budapest januárban mínusz 50 milliárd forinttól indul majd, ami egy olyan pénzügyi spirál, amiből kormányzati segítség nélkül nem lesz kiút, állítja Vitézy Dávid. Bár az önkormányzat 102 milliárd forint adót szedett be az év első négy hónapjában, ennek ellenére pénzeszközei április végére 9 milliárd forintra csökkentek, adósságállománya 30 milliárd forinttal nőtt, írta június közepén közösségi oldalán Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint ezzel Budapest csődben van, és további 5 milliárd forintnyi be nem fizetett adóval még mindig tartozik a Karácsony Gergely vezette önkormányzat. A BKK körül az utóbbi időszakban elkezdtek gyülekezni a viharfelhők. Nemrég ugyanis letartóztatták a cég felügyelőbizottságának egyik tagját, aki a vád szerint az óbudai korrupciós botrány részeként 100 millió forint kenőpénzt fogadott el. Ceglédi megduplázta értékpapír vagyonát, miközben 5 új ingatlanra is szert tett. Ceglédi Gergő hirtelen meggazdagodására a választási kampányban már Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje is utalt. Őrizetbevételére pedig Vitézy Dávid sarkosan úgy reagált, idézzük, a BKK törvényes működésének felügyeletét jelenleg a börtönből végzik. Vasúti szerencsétlenség történt Dél-Szlovákiában, autóbusszal ütközött a Prágából Budapestre tartó nemzetközi gyorsvonat Érsekújvár közelében. A szlovák mentőszolgálat szerint 5 meghaltak és sok a sérült. A busz az ütközés után ketté szakadt és felborult, a mozdony pedig kigyulladt. A helyszínre több mentőhelikopter is érkezett. A felvidéki sajtó azt írja, a vasúti átkelőben napok óta nem üzemelt a jelzőberendezés. A tragédia helyszínére utazott a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány helyettes is. A Magyar Külügyminisztérium szóvivője azt közölte az MTI-vel, hogy a jelenlegi információk alapján nincs magyar áldozata a szlovákiai balesetnek. Sok helyen még ma is takarítottak a tegnapi vihar után, főként a Dunakanyarban, valamint Somogy és Veszprém vármegyében végzett jelentős pusztítást az ítéletidő. A legtöbb esetben kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat, de sok helyen szivattyúzni kellett a vizet a házakból, pincékből. Így vitte az egyik cukrászda elől a székeket a víz Szentendre óvárosában szerdán. A hatalmas esőt nem tudták elnyelni a csatornák, a macskaköveken folyóként hömpölygött a víz. Ahogy Vác egyik legforgalmasabb csomópontjánál, Deákvárnál is, az autók tengelyig gázoltak a vízben. Az autósok közül többen is meggondolták magukat, és inkább visszafordultak ennél az aluljárónál, amiben megállt a víz. Több helyen a házak udvarába is befolyt, voltak olyanok is, akik a járdán a térdig érő vízben gyalogoltak. Hatalmas pusztítást hagyott maga után a vihar a Dunakanyarban. A 11-es út egy része szinte járhatatlanná vált. A Tahitót faluban házról házra jártak a tűzoltók a település egy részén szerdán. Folyamatosan szivattyúzni kellett a vizet, amit a csatornák itt sem tudtak elnyelni. Ennek a háznak a garázsát lepte el az ár, az ajtaja széttört, az ott parkoló autót csak csörlővel tudták kihúzni. Egy mélyebben fekvő garást lepett el szinte teljes mértékben a víz, a tulajdonos már nem tudta kiszabadítani az autóját. A szerdai vihar Veszprém vármegyére is lecsapott. Egész éjjel lapátolták a vizet ebből a Hajmáskéri házból, de több helyiségben még másnap is bokáig ért. A szennyvíz is feltört, a falak is teljesen átáztak. Az ember próbálta menteni, ami menthető, próbáltunk fölpakolni mindent, merni a vizet, de sajnos annyira nagy mennyiségű víz hullott le, hogy nem, tehát hogy hiába csináltunk bármit is, a víz csak folyamatosan jött. Vastagon áll az iszap ezen a több hektáros horvát kúti telken, ahol a nagy esőzések miatt a málnaültetvény jó része tönkrement. Szerdán az állatokat is menteni kellett. Ezt is kiárasztotta, az állatok meg nyakik sárba voltak tegnap, megértem őket kiengedni, mikor ilyen térdig erő víz volt.
Komáromban egy társasház földszinti lakását öntötte el a víz, ami lakhatatlanná vált. Öt embernek kellett elhagyni az otthonát. Csak nem térdig állt a víz, amikor az egységek kiértek. Motoros szivattyúk segítségével az esővizet eltávolították az ingatlanból, az ott élő ötfős családot pedig lakosságvédelmi intézkedés keretében ideiglenes szállásra kísérték. Rendkívüli a helyzet a határ túloldalán. Révkomáromban szerdán 97 mm-nyi csapadék hullott le, másfél-két óra alatt. A felhőszakadás miatt az érsekújvári kórházat is lezárták. Teljesen elárasztotta a víz az egészségügyi intézmény alaksorát. A liftek sem működnek emiatt. Mikulás Blaskó kórházigazgató a közösségi oldalán azt mondta, jelenleg csak az akut eseteket fogadják, a látogatás tilos, mindenkit hazaengednek, akinek azt az állapota lehetővé teszi. Egy nagy mennyiségű víz zuhant le, amiről egyrészt kellett gondoskodni a városban, és hogy hova folyik el. Ugye láthattuk például Érsekújvárban éppen a kórházat evakuálják, tehát olyan szintű volt. Szerdán országszerte mintegy 240 helyszínen volt szükség a tűzoltók beavatkozására. A legtöbb munkát a vihar a tűzoltóknak Komárom, Esztergom és Pest, illetve Somogy vármegyében adta. Az esetek kétharmadában az erős szélben kidőlt fákhoz és letört faágakhoz hívták a tűzoltókat, sok fa utakra és vasúti sínekre dőlt. A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégére szűnhetnek meg a viharok. Megérkezett Budapestre az első menetrend szerinti légijárat a kínai Kantonból. A China Southern légitársaság hetente négyszer szállít majd utasokat a kínai nagyváros és a magyar főváros között. Szombaton újabb járatnyitás lesz a két ország között. Csütörtök este 6 óra körül szállt fel ez a repülőgép a kínai Guangzhouból, közismertebb nevén Kantonból. Ezúttal új úti célja felé, méghozzá Magyarországra indult. 12 óra repülés után érkezett meg Budapestre, csütörtök reggel landolt a Liszt-Ferenc repülőtéren. Az alkalmat a szokásosnak megfelelő üdvözlő vízsugárral ünnepelték meg. Az utasokat hazai művészek tradicionális oroszlántánccal köszöntötték a szerencsejegyében, hiszen ezzel a járattal a turisták és üzletemberek utazása is egyszerűbbé válik a két metropolisz között. A repülőterünk stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően az ilyen interkontinentális összeköttetésekkel Budapest induló és érkező ponttá válhat olyan távol-keleti utasok számára is, akik európai körútra indulnak, mondta a reptér vezérigazgatója. A kínai légitársaság ügyvezető alelnöke pedig felhívta a figyelmet a két ország közötti vízummentes utazásra is, amely november végéig vehető igénybe. Kína 12 európai országgal, köztük Magyarországgal kínál rövid távú vízum lehetőséget, amely azt jelenti, hogy a Kínába történő utazások alkalmával vízummentesség élvezhető. Ez a közönséges útlevelek esetén 15 napra érvényes. Guangdong tartomány, ahol Kanton található, Kína GDP-ének 10%-át termeli, így a város kiemelkedő fontossággal bír a magyar gazdaság számára is. Erről már a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára beszélt. Kína 2023-ban Magyarország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt. Európán kívül pedig továbbra is a legfontosabb. Kétoldalú kereskedelmi volumenünk a tavalyi évben elérte több mint 12 milliárd dollárt. 2020 után pedig a tavalyi esztendőben ismét Kínából érkezett a legtöbb külföldi beruházás hazánkba. Kína elköteleződését hazánk irányába jól mutatja az is, hogy a légitársaság a legmodernebb Boeing 787-es Dreamliner géptípussal üzemelteti a Budapest-Kanton járatot. A repülőgép csütörtök esti visszarepülése után legközelebb szombat este teszi meg újra a két ország közötti, majdnem 8500 kilométeres távolságot. A Tiszakastély felújítása egyben egy korszak restaurációja is. Erről beszélt az építési és közlekedési miniszter a Békés vármegyei Geszten, ahol az évtizedek óta tartó fejlesztések sorában a Tisza család otthonát is helyreállították. Az épület mostantól emlékhely, oktatási központ és turisztikai központ is egyben.
A mérnöki műgonddal restaurált Tisza rezidencia az erdélyi kastély építészetre hasonlító barokk stílusban épült. A felújítás eredményét az építési és közlekedési miniszter mutatta be. Ezek mind eredeti fotók. A kiállítást a család eredeti tárgyain 80 év után Argentinából visszakerült erekéken, festményeken és fotókon túl a klasszikus megoldások mellett digitális és interaktív eszközök is színesítik. Tisza Kálmán miniszterelnöki dolgozószobájában megismerhetőek a nevével fémjelzett korszak körülményei és eredményei. Tovább haladva bepillantást nyerhető a Tisza család életébe, a valláshoz, vagy éppen a gasztronómiához fűződő viszonyukba. A falak mind eredetiek, a térszerkezet eredeti, ugye ez például az a része a kiállításnak, ami inkább egy otthonra hasonlít. A kiállítás megidézi Tisza István dolgozószobáját is, ahol a látogatók betekinthetnek a politikus hétköznapjaiba, és egykor titkos iratokba még a könyveket is levehetik a polcról. A kiállítás emléket állít a merénylet áldozatául eső politikus személyes tragédiájának is. Az emlékhelyen az iskolás csoportoknak is lehetősége lesz arra, hogy megértsék a történelem 1867-től 1918-ig tartó korszakát. Fogalmazott a bejáráson Lázár János. Mi nem helyrehozunk, és nem csak kipofozunk egy épületet, hanem itt sokkal többről van szó. Itt lényegében mindent próbálunk megvalósítani, amit elképzeltünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk átadni ennek a helyszellemét az utánunk jövő generációk számára. Restaurációról van szó, és nem csak helyreállításról. Restaurációról, egy korszak restaurációjáról is. A Békés vármegyei Geszten az elmúlt 10 évben helyrehozták a templomot. Létrejött az iskola és az óvoda, utakat és közműveket építettek a falu területén. Végül a Tisza család otthonát állították helyre, csaknem 20 milliárd forintból. Az emlékhely és oktatási központ turisztikai célként is üzemel, a 28 újonnan kialakított szállodai szobával és az étteremmel. Már saját versenylovuknak is szurkolhatnak az Állatorvostudományi Egyetem hallgatói. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Bábolna Nemzeti Ménes Birtokkal, ahonnan egy angol telivért kaptak, akivel a hallgatók is komoly tapasztalatokat szerezhetnek. Csak 20 kinyugodtam a láncot, ugye. Melaris, az Állatorvostudományi Egyetem legújabb versenylovának a felszerelését igazítják. A 3 éves pej a Bábolnai Nemzeti Ménes Birtokkal kötött együttműködés alapján került a felsőoktatási intézményhez. Az angol telivér fiatalkora ellenére már tapasztalt versenyző. Általánosságban az angol telivérek 1,5 éves korukban kerülnek idomításba, és 2 évesen futják az első versenyüket, nem volt ez máshogy Mellárisnál sem. Az együttműködés kiemelt célja, hogy a hallgatók közvetlen betekintést nyerhessenek a versenylovak kezelésébe és gondozásába is. Bele tudunk majd látni a lóversenyzésbe, illetve a telivéreknek a gyógyításába, tartásába, vagy tréningezésébe, és ezzel még több gyakorlati tudást fogunk tudni szerezni, és már hallgatókorunkban is bevonnak minket aktívan a lovakkal kapcsolatos munkákba és gyógyítási tevékenységbe. A megállapodás részeként az egyetem tanulói szervezet szakmai gyakorlaton is részt vehetnek a Diós-pusztai angol telivérménesben. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora kiemelte, az ilyen együttműködésekkel biztosíthatják a hallgatóknak a folyamatos gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségeket. Ahhoz, hogy a gyakorlatban meg tudják állni a helyüket, ahhoz pedig gyakorlati oktatásra van szükség, ahhoz állatra van szükség. Az alaptantárgyaknál egészséges állatra, a beteg állatra pedig a gyógyításhoz. Beteg nélkül nem lehet orvost képezni. Az intézmény hallgatói előzetes egyeztetés alapján bármikor meglátogathatják Melariszt, aki a jövőben az Állatorvostudományi Egyetem színeiben lép majd pályára hazai és nemzetközi versenyeken. Híreinket visszanézhetik weboldalunkon is a híradó.hu címen. Maruzsa István következik, ő folytatja a Nemzeti Sporthíradóval, majd jön az időjárás jelentés.